Már érkeznek az első nemzeti konzultációs ívek, a következő napokban több mint 8 millióan kapják készhez az unió szankciókról szóló kérdőívet. A válaszokat december elejéig várják papír alapon, hamarosan pedig az online kitöltés is elindul. A nemzeti konzultációs kérdőívekkel a táskájában indult el, pintek reggeli körútjára ez a fővárosi postás. Pár száz méter után meg is állt egy ötödik kerületi társasháznál. A lezárt névre szóló borítékokat egyesével dobta be a postaládákba. A kérdévet ki fogom tölteni és el fogom küldeni. Országszerte elkezdődött a konzultációs levelek kézbesítése. Csak nem 8 millióan kapják meg, a budapestiek közül többen már ezekben a napokban, de heteken belül mindenkihez megérkezik majd a küldemény. Természetesen kitöltöm, eddig is kitöltöttem, mert fontosnak tartom, hogy ki tudják az emberek nyilvánítani a véleményüket. Így néz ki az újabb nemzeti konzultáció kérdőíve. A kormány 12. alkalommal kéri ki az emberek véleményét, ezúttal a brüsszeli szankciós politikáról. Hét kérdésre lehet válaszolni, igennel vagy nemmel. Minden pontnál van egy rövid háttérinformációkat tartalmazó szöveg. Az első úgy kezdődik, Brüsszel olajszankciók bevezetéséről döntött, Ön egyetért a brüsszeli olajszankcióval? Majd azzal folytatódik, a gázszállításokra is kiterjesztenék a korlátozásokat. Ön egyetért a gázszállításokra vonatkozó szankcióval? Ezt követően arra kíváncsiak, hogy ki mit gondol a nyersanyagokra és a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankciókról. Külön részben lehet véleményt mondani a szankciós politika célkeresztjében álló paksi atomerőmű bővítéséről és a turizmust is korlátozó szankciókról. Végül az élelmiszerárak emelkedését és azáltal újabb bevándorlási hullámot okozó szankcióról kérdezik a válaszadókat. Magyarországon szokás, hogy megtaláljuk a politikai eszközét annak, hogy egy többségi vagy egy teljes nemzeti egyetértést hozzunk létre. Magyarországon bevonják a döntésekbe az embereket. Erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a nemzeti konzultáció erős felhatalmazást ad a kormánynak a brüsszeli csatákban, ezért fontos, hogy minél többen mondják el a véleményüket. Ezekről a szankciókról döntöttek a brüsszeli bürokraták, meg az európai elit. De sehol egész Európában senkit nem kérdeztek meg az emberek közül, egyetlen országban sem, hogy mégis ők mit gondolnak erről. És egyelőre még demokrácia van Európában, és számít, hogy mit gondolnak az emberek. Ugye Magyarország ebben azért élen jár, mert a legnehezebb európai kérdésekben mi rendszeresen meg kérdezni, sőt a döntésekbe is beszoktuk vonni a magyar embereket. Az uniós büntetőintézkedésekkel kapcsolatban készített egy friss kutatást a Nézőpont Intézet. Ez alapján minden második magyar úgy véri, hogy az európai szankciók inkább Európának ártanak. Mindössze csak 12 gondolja azt, hogy a korlátozásoknak Oroszország a kárvallotja. A konzultációs kérdőíveket egyébként december 9-ig ingyenesen lehet visszaküldeni, de online az interneten is ki lehet majd tölteni.